A Dombóvári Szépklub Egyesület és Dombóvár Városa nagy lelkesedéssel kezdte meg a munkát az idei Szívegyesületek országos találkozójára. A sporteseményt 2023. augusztus 25 és 27 között rendezik meg. Több mint 300 résztvevőre számítanak, és több helyszínen lesznek programok. A jelentkezők különböző sportágban, csapatokban mérhetik össze tudásukat, ügyességüket. A háromnapos rendezvényen a program részét képzi a város megismerése, a helyi értékek bemutatása is. A Magyar Szívegyesületek Országos Szövetsége minden évben rendez egy ilyen országos sporttalálkozót, és az idei évben mi kaptuk ezt a megtiszteltetést, hogy nálunk rendezzük meg ezt a versenyt. Körülbelül 300 résztvevőre számítunk, összesen 12 egyesület tagjai fognak jönni az ország különböző részeiből, tehát Miskolcról, Budapestről, Szolnokról, Zalaegerszegről, tehát sok helyről jönnek ide. Általában futás, úszás, gyaloglás, az mondjuk most vezettük ezt be, hogy legyen gyaloglás is, de teke, aztán lövészet, kosáradobás, röplabda, foci, tehát mindenféle sportágban összemérhetik a tudásukat, és ugye a külön érdekessége az egésznek, hogy ez főleg azért ilyen 60 év felettieknek a sporttalálkozója. Közöttük sok olyan van, aki valamilyen koszorúérbetegségen vagy egyéb műtéten átesett, úgyhogy ez különösen fontos számukra, hogy még mindig így a közösségben részt vegyenek, és ilyen kellemes sportverseny meg kellemes találkozót töltsenek itt el. Közel 10 sport és civil szervezet bevonásával, összefogásával 4 helyszínen valósulhat meg Dombováron a kiemelt esemény. A program és a szervezők is számíthatnak Dombóvár város önkormányzatának támogatására. Hát azok kezdem, hogy eleve örömteli az esemény, Dombóvár esett a választás, és nyilván ez köszönhet annak az aktív egyesületnek, amelyet ugye Dombóváron a szívklubosok képviselnek. Vezetőkkel a tavalyi év során többször egyeztettünk, és azt gondolom, hogy könnyen hoztam meg a döntést, hogy igen, adjunk mi a helyszínt. Nyilván miután kínáltuk magunkat, meg is választottak minket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jól előkészített dolognak indul, de azt is látom, hogy rengeteg útvesztője van, hiszen 400 fő fog ide érkezni Dombóvárra, akik aktív résztvevő lesznek ennek az eseménynek, és ugye ez több helyen fog történni. Természetesen a sportegyesületek vezetői, a sportnás és civil tanács odaállt az ügy mellé, ők önkéntesként fognak egész nap tevékenykedni. Oktatási intézményünk is odaállt az ügy mellé, hiszen a belvárosi iskolában lesz az egyik bázisa, a másik bázisa az a Szuhaj Sportcentrum lesz, és nyilván itt az étrend éttermében fognak tovább zajlani az események. Az egyesület tagjai és a város vezetése egy közös helyszínbejárást tartottak augusztus 10-én. A bejárás során megtekintették a verseny különböző helyszíneit, ezzel biztosítva annak sikerességét. A rendezvény remek alkalom arra, hogy az ideérkezők megismerkedjenek Dombóvár város értékeivel, és a város hírét is népszerűsítsék.